A mi standunk az méreteiben nagyjából ugyanakkora, a hajóknak a mennyisége lett kevesebb. Most teljesen más típusú hajókat hoztunk ki, most jelenleg előtérbe kerültek a vízi sportot, sportra alkalmas hajók, a wakeboardhúzó hajók, a szörfhajók, de igazából, mivel a rendelt hajók még nem érkeztek meg, ezért azokat a hajókat hoztuk ki, ami elérhető volt. Maga a standon az újdonságunk, az az új márka, ami az idei felfedezésünk, a BMA, videón majd láthatjátok, ő egy olasz gyártó, külmotoros hajótesteket gyárt, amiben izgalmas a hajótest az az, hogy a hajónak a kíja az teljes hosszúságában átéri a hajót, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha egy 6 méteres hajót veszünk, alapul közel 5 méter 80 centi vízen fekszik, ezáltal elektromos hajtással sokkal alkalmasabb, mint az eddigi hajójaink, ugyanis ugye a elektromos hajóknak a nagy része az valójában robbanó motoros hajó, ami igazából siklótest, és nem tökéletesen alkalmasok elektromos hajtásra, és ezért kezdenek bizonyos gyártók olyan típusú testeket gyártani, amik jobban ki tudják az elektromos motornak a energiáját fejteni a vízre. Igazából alapjában azért fontos itt lenni először is, ugye ilyenkor találkozunk azokkal az ügyfelekkel, akikkel általában ritkában találkozunk, itt tudjuk bemutatni az újdonságokat a nézőközönség irányába, illetve itt tudják az érdeklődők megtekinteni az újdonságokat, itt tudják összevetni itt tudják fölmérni azt, hogy valójában mit is szeretnének vásárolni, mert nagyjából ezen a kiállításon megjelennek a Magyarországon elérhető hajóknak a nagyon nagy százaléka.